Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és most kezdődjön a házi használatra, barkás célokra alkalmas homokszóró bemutatása. Ez egy lengyel termék, legalábbis a papírja szerint lengyel termék, és itt van a neve is nagy öles betűkkel, 19 literes a tartálya. Aztán ugye itt vannak a paraméterek, a levegőigény, illetve a termelése. Én már dolgoztam vele kétszer, tegnap egy sebességváltót takarítottam meg, azelőtt egy motorblokkot takarítottam meg. És akkor kezdjük. Tehát alul most nyitott állapotában van a csap, tehát ilyenkor zúdul kifelé a tartályból a homok, ha úgy gondoljuk. Ez a flexibilis tömlő, ez a nyomó csöve. Itt van maga a pisztoly, a szóró pisztoly. Különböző húvókákkal van szerelve. Most a legnagyobb méret van benne, és a gyári könyve szerint 0,3, illetve 1,5 mm szemcse nagyságot tud kiszórni. Én próbáltam kicsivel, nagyjal, közepessel, plusz még van gyöngyödéshez vettem fúvókasort, az is 4 darab, mert ugye a készletbe kapod a fejmaszkot, kapod így ezt a tömlőt, és kapsz 4 húvókát. Na most, a homok igénye ennek nagy. Tehát ott van a váltó, azt körülbelül olyan 10 kg homokkal takarítottam meg. Tehát nagy a homok igénye, és zárt térben ne használjátok, mert komoly, ez a finom por képződik. Tegyetek föl maszkot mindenféleképpen, és amit hozzá kaptok csukját, ez egy dupla plexites, az egyik plexitet vegyétek ki, mert a kettő közé bevágja a port, és nem láttok semmit. Tehát ez csak szabadban lehet használni. A kesztyűt is húzzatok, mert azért ez 3,5-6 bár között dolgozik. 3,5 bárnál már nincs nagy szóró teljesítménye, tehát azért még a 4 bárra dolgozik, de az 5-6 bár az igazi. Én még nem próbáltam az egyhengeres kompresszorommal, a kéthengeressel próbáltam, ahol nagyon vidáman jól dolgozik, de én kaptam egy kedves barátomtól védőruhát is. Azt festékfújáshoz, homokszóráshoz kiváló, kapucnis, gumírozott a kapucnél, tehát teljesen zártá tudjátok tenni az ilyen helyszínelő vagy vegyvédelmi ruhákat, és arra húzzátok rá ezt a készletbe kaptok ehhez a géphez, ezt az úgynevezett fejmaszkot, de még úgy is a por menni fog szemetek szátokba, tehát ha más nem, a COVID-19-ből visszamaradt maszkot tegyetek föl magatokra, úgy dolgozzatok, mert mondom, tehát nagyon-nagyon szálad a finom por, az belélegezve nem kellemes. Most az érdekessége az ennek a berendezésnek, van itt egy automata vízleválasztója, ami tényleg, hogyha bizonyos mennyiségű víz van benne, akkor megnyit automatikusan, de ti magatok is meg tudjátok nyitni, hogyha úgy akarjátok. Viszont itt az érdekesség, ugye minden kompresszornál úgynevezett lány végződés van, és itt is ez van, tehát egy olyan kábelt kell készítenetek, amin mind a kettő csatlakozási vég fiú, máskülönben nem tudjátok összecsatlakoztatni, vagy leveszitek a gyors csatit, és egy
tömlővég fogadtok be. A készletben ugye megkapjátok, mert kaptok még izét is, tehát a fejpajzsot, ezt a fejmaszkot, kaptok 4 fúvókát, akkor a használati leírást, ami ugye lengyel nyelven van, tehát itt azért látható angolul is, akkor mi van még benne? Ugye az összeszereléshez lévő összes alkatrész, mert nem így kerül csomagolásra, hanem darabokba, természetesen a légvezetékek rajta vannak, az elvizsák rajta van. Nekem ez ki volt csúszva, a légvezeték, mert ugye a bejövő levegő az érdekes, mert erre távozik a levegő útja, tehát először ugye föltölti a tartályt, majd utána innen jön elviekben a levegő le a csaphoz, és a csapon keresztül erre a piszta irányába távozik. Hát, mint mondtam, tehát nagyon, hogy úgy mondjam, jó étvágya van, tehát a homokot azt szórja rendesen, eszi rendesen, tehát azt mondom, hogy vesztek egy zsákot, 25 liter, vagy 25, igen, 25 kiló, bocsánat, beleöntitek, és azt hittek, milyen sokáig elég lesz, nem. Tehát több zsákkal, aki nagyobb felületeket, mint például én is, ilyen nagyobb fődarabokat akar tisztítani, az jó pár zsákkal tárazzon be. És akkor, ja, meg kaptok egy tölcsért, egy homokbetöltő tölcsért, ugye a homokot azt itt kell beleönteni, gumigyűrűs, ne szakítsátok túl, ne húzzátok túl, mert akkor ellapul, és hamarabb vége lesz a nótának, mint gondolnátok. A beüzemelése úgy történik, hogy egy értelemszerűen felöntitek homokkal. Na, mekkora balfasz vagyok. Tehát felöntitek a kívánt mennyiségű homokkal, és akkor összekötitek a kompresszorral a légkábelt, és akkor a kompresszor fel fogja termelni, ezt azért húzzátok meg rendesen, szivárgásmentesen. Kompresszor feltermeli 6 bárra, ez annyira van beállítva, 6 bárra föltermeli. Nekem akkor kikapcsol utána a kompresszor is, én a kéthengeres használtam hozzá, ott van. És akkor kezdődhet a móka. Először kiválasszátok azt a fúvókát, mondom, nekem most átszűrt homokot használtam utoljára, az olyan átlagban 0,3-0,4 volt. Nekem többször eldugult a kicsi fúvókákkal, most a legnagyobb fúvóka van benne, és akkor azzal nekiláttok a munkának, aztán lehet dolgozni. Körülbelül, hát ha minden adott, megvan a homok is, száraz, nagyon fontos, ne legyen nyírkos, mert azt nem tudja kidolgozni, tehát úgymond porszáraz legyen a homok, és akkor az körülbelül a nyomó távolsága változik, ezt nektek kell kitapasztalni, milyen közelről, vagy milyen messziről akartok megtakarítani felületet, mert nem mindegy, hogy ugye fődarabot, lemezt, vasat, ezt ki kell tapasztalnatok, és akkor úgy tudjátok beállítani a fúvókát is. Attól függ, hogy mit vesztek, én most majd legközelebb a 0,8-1,2 mm szemcsés homokot fogom megvásárolni, mert úgy érzem, hogy az lesz ennek jó, tehát a nagy keresztmetszeti fúvókával fog ez dolgozni jól. Ha osztályozni kellene 0-t 5-ig, akkor én ennek egy 3-ast adnék. Természetesen ne tévesszem meg senkit sem, hogy ez egy otthoni barkács gép. Ennek megfelelően támasszátok az igényeteket, tehát egy professzionális géppel soha nem veszi fel a versenyt, még köszönő viszonyban sem nagyon van vele, de többet ér, mint amit reklámoznak ez a kézi pisztoly. Hát az a kézi pisztoly arra jó, hogy
van otthon egy ilyen, és akkor, mit tudom én, egy évben egy lemezt megtakarítasz vele egy óra alatt. Egyébként dolgozni olyan szempontból jó ezzel, tehát haladós lehet vele haladni, de szórja a homokot, tehát vegyvédelmi ruha, biztonsági öltözék, kesztyű, ezek kellenek. És akkor a számok, 49 ezer forint így magában ez a berendezés, az interneten sok helyen árulják, sok cég forgalmazza, vagy árulja helyesebben. 49 ezer forint, egy év garancia jár hozzá. Én ugye vettem még hozzá húvókaszettet, vettem hozzá homokot, így 57 ezer forintba került, hanem egy hétig ki se volt csomagolva itt volt a garázsba csak betéve, mert más munkám volt, nem is foglalkoztam, időm se volt a kicsomagolásával, de most már ugye hadrendbe állítottam, és majd dolgozni fog. Még egy nagyon fontos, hogy ahol dolgozol, ott vastagon tiszta homok lesz minden, tehát egy olyan helyen dolgozzatok, ahol nem érdekes, hogyha ott marad a homok, és a közelébe 5 méteres sugárban ne legyen semmi olyan tárgy, amiben kárt tehet a, főleg ha nagy szemcsével dolgoztok, például lámpaüveg, vagy szélvédő, vagy karosszéria, tehát 5 méteres sugárkörben ne nagyon legyen más, mint amivel dolgozni akartok. Akkor mi az, amit még nem mondtam el? Hát ez is arra jó, tehát a barkács hangsúlyozom. Olyan minőséget várjatok el tőle, de megmutatom ezt a váltót. Ugye, hát ez ilyen galant szürke volt, tehát ezt direkt nem takarítottam meg, hogy lássátok, be tudjam mutatni. Tehát ilyen felületet hagy maga után, és ha megdrót kefézitek, akkor ilyen felület lesz. Természetesen a lemezzel szebben dolgozik, meg nem beszél arra, hogy ez egy majd 50 éves váltó, vagy legalábbis 40 éves váltó, és a világ összes mocska rajta volt. És akkor mindjárt meg is ragadom, hogy itt az alvázvédőt, az direkt nem akartam leszedegetni róla, mert végülis én itt bontottam meg a váltót, belekukkantottam, és én ezeket az alvázvédőket, ami lejött, de úgy különösebben nem akartam az alvázvédőt basztatni, mert mondom, eszi a homokot, tehát jó étvágya van, úgyhogy nagyon munkához két zsákkal minimum neki lehet fogni. A másik oldal az, hogy ha fölveszed a maszkot, beöltöző rendesen, meg a pajzsot, mindent, tehát ugye két flexi van a pajzsban, az egyiket vegyétek ki, a másodikat benne hagyhatjátok, tehát egy maradjon benne, de az is állandóan porosodni fog, tehát nem fogtok látni, meg kell állni, ki kell takarítani. Szóval a finom por az nagyon megkeseríti a munkát, mert foglalkozni kell vele. Hát, nem biztos, hogy mindenkinek szüksége van ilyesmire otthon, de hangsúlyozom, a kis kézi pisztolytól többet ér. Az haladótlan, nem is nagyon viszi a felületet, és ahhoz a kvarchomok nagyon drága. És ja igen, kvarchomok, tehát ami kell bele, úgy hívják, hogy kvarchomok, de mindjárt meg is mutatom nektek, de a zsákját leterítem. Megpróbálom kérni, tehát itt van rajta értelemszerűen, hogy nem tudom mennyit láttok. És akkor ott van rajta 0308. Nekem a 0,8 1,2 vagy 1,5 közötti kell. Avval lehet szépen dolgozni. Ezzel a finom porral, homokkal nem sok mindenre boldogulok. Tehát a durvább kell neki.
25 kiló egy ilyen kiszerelés, 4000 forint egy ilyen zsák. Az interneten láttam 2500 ér is. A játszótéri homokot ne vegyétek, mert az szintén porhomok, tehát nem mentek vele semmire. Szervusztok!